több mint 100 000 évvel ezelőtt kezdődött, a középső pleisztocénkor utolsó harmadában. Hajdanán, régen, mikor minden egy volt, nem volt színész és nem volt néző, csak az emberi hordák közösségteremtő rítusa. Augusztus 18. Hazám, hazám!
paradicsom és olajcsa. 2003. december 7. Fánkban köpködés vízzel tett otthon bedobása. 2004. februárban a Nemzeti Színház Per Krisztián bemutatóján 6 darab fizetőnéző. 2005. január 7. ügynök halála. Egy néző petárdánkat dob a színpadra, egy statiszta megsebesül, egy idős, közkedvelt karakter színésznő szívrohamot. Az eset hatására 17 Kossuth díjas színész bejelenti, hogy többet nem lép színpadra. 2005. december 18. átadják a Tália színházból kialakított vizárd látványparkot. 2006. január 8. a Víg színházi csata. Az egyik Otello előadáson a nézők felrontottak a színpadra, és meglincselték a címszerepet alakító K. Attila Jászai díjas érdemesét. Ugyanezen a napon K. Bélát, az operaház kitűnő baszbaritonját, ismeretlenek felszögezték a művészbe járó ajtaját. 2007. szeptember 11. a kormány bezáratta a színházakat. Ebben olyan nagyszerű kollégák lesznek a segítségemre,
mint a kétszeres törzsi erővándor gyűrű díjas, klasszikus értelemben, és ezt most kipalagybetűvel mondom, színész, egy az utolsó nagyok közül, Szagolnyák Imre. Szép jó estét! Szagolnyák Imre vagyok. 1214 napja nincs színház. Ami azt jelenti, hogy 1214 napja nem voltam színpadon. Gondolom, sokakat érdekel, mi történt a színházak bezárása óta. Velem. Nos kérem, az úgynevezett nézőforradalom után nehéz időszak kezdődött az életemben. Nagyon nehéz. 14 hónapot voltam a Tündérhegyi szanatóriumban. Majd leszázalékoltam. Rokkant nyugdíjas színészként 21.500 forintot vertem készhez. 21.500-at! Úgyhogy kénytelen voltam keresett kiegészítést tenni. Először az Antigone temetkezési vállalatnál voltam funerális versmondó. Majd újabb fél év Tündérre. Aztán 8 hónapig Bohóc doktorként tevékenykedtem. Vidámságot lopott és maródja mindenhol. Aztán újabb 3 hónap Tündérre. Végül a Rákos rendezői pályaudvaron voltam hangos bemondó. Rövid ideig problémáim voltak az alkohollal. Házasságom ez alatt az időszakban. 4 gyermekem közül csak a középső fiúval tartom a kapcsolatot. De ma már ennek csak az elődét lát. Rendkívül hasznosnak ítélem ezt az időszakot. Persze önök közül most sokan azt gondolják, hogy megtörtem, hogy letiport az élet. Pedig csak keményebb lettem. Roninná váltam. És eltökélt szándékom, hogy a kegyetlen színház és a gazdátlan kitaszított szamuráj erkölcsi elvei alapján neveljek nézőket. S tudásban, hitben gyarapodva harcoljak az igaz élő színházért. És ebben két vezérlő csillagom. Kánsi Kecmester és Antoine Art. Kérem, én is letennék magamról egy névjegyet. Kedvenc színem az azurkék és a pink. Kedvenc ételem bármi, csak steak burgonyával legyen. Zodiákus jegyem a skorpió. Kedvenc kihalt népem a hopi indián. És kedvenc olvasmányom Popper Pétertől a belső utat könyvet. Jó, köszönöm szépen, Laci. Köszönöm.
tudjátok, mi az? Megállítottam a gázmenetet a magasságos több koporsójának. Karbonból felteszítettem a koporsót. Menj, eltörd a csomó kitalát! Nyilván önök is érezték, hogy valami nem stimmel. Valami nem lejárt. Ugye az... Valami semmi nem. A színész hiába közölt intenzíven, az energia megerekedett. Valahol a nézőtér és a színpad között. Kérem, mutatd el. Hallottos, amit. Itt van köztünk egy láthatatlan fal. Egy virtuális vasfüggöny, ami megszűr mindent. Kérem, a nézőtér tudomány ezt képernyő defektusnak hívja. A nukleáris néző SN-nel jelölöm, spektrum nukleer, miközben nézi a színész A1, actor premier, öntudatlanul kivetít maga elé egy hatalmas televízió képernyőt, és azon keresztül fogja be a színpadot. Minél messzebb van a színész, ez a tévé illúzió annál erősebb. Van azonban egy optimális közelség, actor közien, ahol a néző és a színész szinkronrezonanciája lerombolhatja ezt a falat. Azt mondja, integrálni. Kérem szépen, megmutattam a gyakorlatban, jó? Tanár, megtennék, hogy előadod ugyanezt a dráma részletet itt, közel. Igen, de szakralizálni kellene a teret. Laci, Laci! Laci, kár, Tanár, addig elmondanád, nyilván kíváncsiak a hallgatók, hogy mi az, amit az előbb látsz? Nagyon szívesen ez a megállítottam a gyászmenetet a magasságos dökkoporsója mögött című önálló estemről volt. Az önálló est különlegessége és érdekessége, hogy Heiner Müller szövegeit ötvöztem autista óvodás gyerekek állomlapulják a szövegeket. Nagyon experimentális érdekel. Jó, jó, köszönjük szépen. Talán, parancsolj kicsit a színpad. Láztam, ne csörögjön, kérem. Majd ha hentes késsel jártál hálószobátokon az igazság, meg tudjátok mi az? Megállítottam a gyászmenetet a magasságos gyerekkoporsójának. Anyu, szép! Jézus, anyu, maga ez minusz 15. Apu is szép! Ez szép! Ez egy negatív tárgya! Szép! Apu, szép! Na, egész jó! Jól van, gratulálok! Nagyon jó ez! Anyu, szép! Laci! Laci, hát te mit keresel ott? Gyerek ki onnan azonnal! Megbeszéltük, hogy ezt nem csinálod, igaz? Na, minek akarsz nekik segíteni? Nem lehet a 4 évet végig puskázni! Legyél a helyet! Látod, kérlek, én itt nem szólok. Én dolgozom. Elnézést. Van elég, ha így is látod. Elnézést. Jó, csak a női megyek. Annyi szép. Annyi szép. Átvissza is keményebb a fejből. A gyár örömmungás változat. Úr! Sárc. Olyan érzésem van, mint a rábarkoltam volna egy szondapatlóra. Ibre! Van úgy szép! Van úgy szép! Ibre! Ibre! Nagyon, nagyon nem akarnak boldogni, és a fal is egyre keményebb. A következő lenne a javaslatom. Picit talán. Megcsinálnád ugyanezt a gyakorlatot, ahol itt az első. Megcsinálhatnám, de teljesen fölösleges.
Az a probléma, hogy szana szét vannak fejben. Mindenki máshol jár gondolatban. Persze minden közönség ilyen az előadás elején, de csak az előadás elején. Aztán ugye az együttlégzés, az létrehozza a kohéziót. Legalábbis régen így működött. Azt javaslom, hogy most azonnal csináljuk egy mentálszondát. Hát ezt adott jónak. Jó? Rendben. Kérem szépen, a tanár úr mire el fogja kezdeni a dráma részletet, és amikor tetszol, akkor mindenkinek ki kellene mondania azt, amire éppen akkor gondol. Jó? Rendben van? Ez egyébként az Idaho-i kísérlet. Idaho, Idaho, betűszer? Mi a segbenyedzetet? Jó, a következő órára hozom a tanszert. Jó, ez még nagyon jó. Lacikám, van kedved csinálni a hallgatókkal a betászoltász? Hát akkor van. Most megérzés a segbenyedzetet. Jó? Mondva rendkezdéssel járt a három szabátokban az igazság. Megfutjátok mi az? Fájdalom, keserűség, erőszak. Többiek? Elnézést, arról van szó, hogy mindenki kimondja azt, amire éppen gondol. Jó, hozom az izotópot. Nem kell izotóp, nyilvánvalóan a kisítás zavarta meg őket. Milyen kisítás? Hát amit a tapcsán így csináltam. Milyen fog kiadtam az útra hangot? Úgy útra hang, minden? Nem arra, de ezt így kell csinálni. Nem arra, ez teljesen fölösszeg. Nem arra, mire te voltál Idaho-ban vagy itt? Nem utaztatték el, hanem a papíron jártam. Te jártál, majd a mondod. Jó, szerintem ezt most vagyunk. Jó? Jó, hát akkor hagyj. Ahogy van, az hagyj. Jó, akkor elmondom világosan még egyszer. Tehát arról lenne szó, hogy amikor kapcsolunk, akkor mindenkinek ki kellene mondania azt, amire éppen gondol. Világos? Lacikám, most te fogsz tapsolni. Ultrahang? Igen. Ultrahang nélkül. Jó, te fogsz tapsolni ultrahang nélkül, én pedig detektorozok, jó? Ez a kis helyes gondolat leolvasó egyébként az egyik első találmányom. Nagyon egyszerűen működik, van benne egy icipici kis CD, és egy lingvisztikai dekóder, ami SMS-ben továbbítja a leolvasott gondolatot. Erre a kis 16 éves digitális elfelejtettem meriasztani a lakásra. Lehet, hogy te se zártam az ajtót. Megállítottam a megászmenetet a magasságos koporsójon meg. Tudtam, hogy nem lenne szabad az első sorban ülni. Annyi szép. Remélem nem tart tovább 9-nél ez a szar. Ha hozzám érsz, felrúglak! Majd a rendeztéssel jártál a hálószobátokban, hogy járkáljon a te szobát! Nagyon jó, hogy ez kiderült. Azért csináltuk a mentálszondát. Nem mondta, csak gondolta. Mindenki arra gondol, amire akar. Általában. De nem a színházban. Ez a színházban épp az a legnehezebb, amit meg kell tanulni,
hogy nézés közben ne legyenek privát gondolatai. Egyáltalán ne legyenek gondolatai. A színházban nem szabad gondolni semmire. Az ideális néző az olyan, mint egy üres edény. Mint szép lassan megtöltenek a befogadott gondolatok és érzelmek. Ki nálam le akarja tenni az alapvizsgát, annak üres edényé kell válni a két szemeszter alatt. Világos? Világos? Igen? Igen. Megértettem. Kinek nem neki mondtam. Egyébként az is lehet ám, hogy nem úgy jól lettek leültetve. Nagyon nem mindegy. Ezzel egy külön disziplína foglalkozik. A nézőtér tudomány, hát egy slágfortomban. Tehát a nézőtérnek vannak stratégiai pontjai, és vannak úgynevezett néző típusok, tehát van az agyas, a hevült és a naturgulcs. Na most a tragédiához agyasok kellenek, a komédiához hevültek, és a tragikomédiához a kettőt kell vegyíteni. Úgyhogy nincs rossz energia, csak jó helyre kell tenni. Úgyhogy én most csinálnék egy kis ültetést. Jó, azt nézem, hogy önöknek helyet kellene cserélni. Jó, itt érzek egy erős naturgus blokkot egyébként. Jó, nagyon jó, most azt mondom, sajnos ennek az egész negyednek fel kell. Jó, most hagyjuk így, és majd meg fogjuk látni. Maguk együtt vannak? Hát fura. De fura. Jó, jó, semmi gond, hosszú távon ez nem fog menni. Én beszélt iskolát, elmondta Maraci? A színház szent és érthetetlen. Ez Isten most nem elmondotta. Ne ragaszkodj egy bölcsösen privát életünk megmaradt romjaihoz. Jó. Mit néz László? Ne nézzel kérem. Mit néz? Mit néz? Néhány praktikus információt akkor elmondok. Miről lesz ma szó? Slágfortomban átnézzük a fő órákat, el fogom mondani az órarendet, és az óra végén megcsináljuk a csoportbeosztást. A nagy létszám miatt két csoportra fog osztani az évfolyam. Az egyiket én vezetem, a másikat pedig Szabolnyák osztályfőnök úr. Az én csoportomról csak annyit, hogy mi egy epidauroszi osztály kirándulással kezdjük szeptemberben. A kólyatáborot lesz, úgyhogy ezért kértem a 4x4-es fényképeket elhozták, ugye? Jó, köszönöm. Nos kérem, az én csoportom nem fog kirándulni. Mi könyvtárazni fogunk. Nem számít a mennyiség. Ha egyetlen tanítványom lesz, akkor annyi. De azt garantálom, hogy aki hozzám jelentkezik, abból néző lesz. Aki nálam végez, az nézni fog. Jó, akkor csapjuk is bele! Az első óra a teátrobiotológia, azaz a néző biológiája. Kezdjük az alapoknál. Mi kell a nézőnek, hogy értse és élvezze az előadást? A szeme, a füle, az agya, csúsz. Tehát a fej. A többi testrészünk csak akadályoz az optimális befogadásban. Ugye? A láb, ami elsimpad, a nyom, ami korog, és a kéz, amit nem tudunk hová tenni. A legoptimálisabb az lenne a kabátunkkal együtt a testünket is be a katlába rutatálni. Imre! Imre! Leszett elég sírásom. Szegény Jóis. Laci. Mivel sajnos a testünket nem tudjuk be a sorlatárba, ezért be kell vinni magunkkal a nézőtérbe. Ez azonban sok bajforrás. Kérem, most vizsgáljuk meg, hogy mit kezd egy átlagnéző a testével egy színházi előadás alatt.
Kénytelen volt hófehérkel jelvezni.
volt igazán lényeg, hogy Laci 18 éves koráig minden áldott este ott ült egy színházi nézőtéren. És ilyen módon nem keresett, mint 6480 előadást látott. 6480? 6480. És szinte még gyerek. Én azt gondolom, Lacinak nagyon komoly esélye van, hogy minden idő egyik legnagyobb nézőmű mixere. Kérem, ez az öltön is, amit most László visel, a régi felroppantott Nemzeti Színház Bayreuth-i függönyéről készült. Itt vannak egyébként a függöny. Nézzétek! Kérem, ami engem Lászlóban különösen lenyűgözött, amiért a tanársegédemnek választottam, az az, hogy László betéve tud minden szereposztást, 150 évre visszamenőre. Laci, itt az autó? Igen, igen. Hozd be, mutasd meg. Tudom, hogy félted, majd vigyázzunk rá, jó? Kérem, a Laci csinált egy albumot, fantasztikus. A legnagyobb magyar színházi előadások fotóit és színlapjait ragasztotta bele, és a saját élményeit is. Egyébként te is benne vagy, ezt tudom. Még szép. László, kérem, árulj el a hallgatóknak, hogy 1874-ben a Pesti Rondellában, a Cudarcsikóban kijátszott a Mityula Pistát. Legvai aki akkor még csak 25 éves volt, és az előző évben szerződött fel is volt, szól Bócfajnagyával és Árványéval. Első nagy szerepe a Buja Árvény volt a körülményhatatban, amit Egresi Árvényot színpadra készítőben egy csihai öblös elvédett a pusztán. Jó, köszönjük szépen! Látom, 1949-ben a Pesti Színkőben a Te is pipálj Ladányi című előadásban. Ki volt Ladányi? Cseresz Miska. Fantasztikus! Na még egy próbapétben. 1999-ben a Kamarongó a Senki Fia című előadásban ki volt a büdös bogár? Vancsók már jutam rá. Pontos. Köszönjük szépen, megnézni, tessék. Laci, mit csinál? Laci, add vissza az album. Jó. Most ezt nem tudjuk megnézni, kérdezik. Gyere, csücs rá a helyedre. Nézzük, ez egy intim dolog, tényleg. Ezt szerintem tolerálunk el, ebben benne van Laci egész élete. Jó. Találunk, parancsoljunk. Nos kérem, a színházban a legfontosabb a látás. A szemünkkel nézünk, ugye? De a nézés, az még nem látás. A nézés készség, a látás képesség, az előbbi adott, az utóbbit el kell sajátítani. László, kérem, mutasson nekünk egy általános nézést. Tanárunk, te is nézzél általánosan, vagy add át a kereket Lászlónak. László, általános nézést. Látod, kérem, ez egy egyszerűnek tűnő általános nézés, de nem olyan egyszerű. Próbálják meg segíteni nekünk. Legyen kedves, üljön Lászlónak. Miért kérni? Na, tessék! Finkopárnak! Én erre nagyon kíváncsi leszek. A feladat, maguk is Lászlóval, ez László engedje el magát, és együtt Lászlóval mutassanak egy általános nézést. Nem azt mondom, hogy röhögcsél, hanem különjük László felvenni az általános nézést. Állj, nem érhető a feladat? Arról lenne szó, hogy egy egyszerű általános nézést megnézzük! Ez nem olyan könnyű feladat, de lesz 4 évünk! Jó, akkor köszönöm szépen a segítséget. Megkérném, hogy maguk ketten Vancsók tanárunk. Látom, kérem, most mutassa meg, milyen az, amikor látunk. Érdezik, különbség, ugye? Most valami, nem rasszolva. Egyszerűen fel akarnám hívni a figyelmet.
figyelmeten az energia gömbre, ami szabályosan torpedózható az tekintetétől. Kérem, ha mindenki képes lenne erre a kisugárzásra, akkor könnyedén létrejöhetne a szinkron rezonancia, amiről az elején szó volt. László által kibocsátott energia egyszerűen szárnyakat ad a játszó színésznek. Nem hétköznapi energia. László, menjen közelebb a hallgatókhoz és utasson el. Menjen közelebb. Jó, Laci, nézz át a harmadik sorba egy picit. Vigyázzanak, eleinte bőrpírt okozhat. Jó, köszönjük szépen. Fantasztikus. Most pedig megvizsgáljuk egy pohár víz kitöltését befogadói szempontból. Nézzük meg, hogy nézi ezt az a néző, aki szomjas. Most vizsgáljuk meg, hogy nézi ezt az az átlag néző, akinek a családja vízbe fulladt. És most megnézzük, hogy nézi az az átlag néző, akinek a családja vízbe fúlad, de szomjas! Mivel sajnos ez nem lehetséges, ezért meg kell tanulnunk uralkodni testünk vegetatív funkcióit. Kérem, erre dolgoztam ki az elektrostatikus bélbolygó tisztítás módszerét, amely a következőképpen történik. A néző benyel egy 17 méter hosszú, speciális kiképzésű műanyag purgáló zsinór, melynek alsó végén egy egyszerű horgászoló nehezét találja. A zsinór felső végét kiköti a szemfogára, és elmegy kocogni. Fél óra könnyű bélátmozgatás után elvonul a toalettre. Laci, te van most az implantátumot? Hát akkor segíteni kell mutatni. Igen, tehát a... Igen, oldozd le a szemfogadról a végét. Jó. Jó. Laci, és akkor a néző elvonul a toalettre. És amikor az ólomgolyó koppant a fajanszon, keresd meg a másik helyet, Laci. A zsinór alsó és felső végét megfogván, ide-oda húzogató mozgást, mint ahogy az a fogsejemnél szokás. Számos előjegyzem meg, hogy a szabadalmi hivatal mind a majd alig nem Nélboly tisztítás, ettől várnánk szellemi lényekként, ugyan kérem. Ha a szellem trónol, a test szolgálni kész. És hogy ezt elérjük, annak egyetlen módja, hogy a néző egész nap a saját koarnyán gondolkodik. Úgyhogy fel is adnám az évfolyam koarnyát. Napkakas lánya a homár, vagy fátyol a násznagy, a szerintség hét folyója öbre. Fogós, ugye? A megfejtést 4 év múlva fogom kérdezni. Ez lesz az államvizsgálat. Fogós János. Parancsoljunk. De jó szép dolog. Az a tiéd.
kedvény minden az új. Nos, eddig láthattuk, hogy mit kell tenni a nézőnek, amíg eljut a színházig. Most vizsgáljuk meg, hogy milyen akadályokat kell leküzdenie, amikor belép egy színházi nézőtérre. Ezzel foglalkozik a nézőtértudomány, mi azon belül a széktudományra fogunk koncentrálni. Yeah!
Jó. Köszönöm szépen! Jó, hát Istennek, ahogy nagyon baj nem történt. Jó, próbáljunk egy picit megnyugodni. Jó, hol tartottam a pislogásnál? Miért nem szabad pislogni a hivatásos nézőnek? Tessék, senki? Jó, kérem szépen, Parker mondta, tudjuk, hogy egy átlagos pislogás 0,46 szekundumig tart. Mivel a néző közepes filmben 27-et pislog percenként, ez azt jelenti, hogy egy óra alatt 9,5 percig tartja csupa a szemét. Elképesztő alatt. Ez annyit tesz, hogy egy 2,5 órás előadás alatt átlagosan 28 percig van zárva a szemét. Kérem is a kritikusoknak, hogy ott kérjük kritikálni úgy, hogy fél óra átlagosan a szemét. Azt ismerik, amikor két néző beszélget. Te láttad az előadást? Láttam. És tetszett? Tetszett. Nekem nem tetszett. Ha, olyan, mintha nem is ugyanazt az előadást láttuk volna. Hát igen, mert ugyanazt az előadást látták, de mégsem ugyanazt az előadást látták. Jó, csúcs le! Kérem szépen! Pislogás eliminációs órát, pislogás kiiktatás órát Laci fogja tartani. Minden szerdán 3:30-tól 4:00-ig. Így van, most pedig tegyünk egy kísérletet, Laci, légy szíves! Vizsgáljuk meg, milyen az, amikor 9,5 percet nem lát az előadásból a néző. Mi van? Nem hülyeskedjetek már! Mi van? Na most ki fog derülni, hogy ki pislogolt? Jó? Talán... Kérem szépen! Na egész szépen alakul a kis társaság. Jól van, gratulálok! Nézd meg, talán fantasztikus! Hogy érzem? De egész jó. Kezdenek úgy kinézni, mint egy közönség. Nagyon jó. Találunk? Csodálatos, szinte életek. Igen. Tapasztalataim szerint a helyes testtartás annyira összeszedi a koncentrációt, hogy a néző semmiféle zavaró körülmény nem tudja kibillenteni a műélvezetből. Pontos. Egyetértesz? Talán. Csináljunk erre egy diszturbációs tesztet. Akkor kezdem én. Te próbáld meg először kiszökkenteni Laci, Lacikát pedig hozzad a lábúra a zavaró eszközöt. Jó? Ez itt a zavaró bőröm. Nézzél meg tanárom, hogy miket fókusztam el egy előadásokon. Nézzél meg, képesek volt a Miskolc Metszer ilyen előadást. Érdekes megfigyelni ezt a tigris fejet. Nyugodtan tegye közelebb hozzá. De a legborzasztóbb zavaró eszköz, amit lehet ide néz a kis játékom, amit tettem meg írva, hogy ez lehet egy kicsit. László kérem, majd megoldom egyedül, jó? Vissza rá! Laci, kész? Igen. Kész. Van valami a lelkét, amin kotolva ül a mélakor, s minek kiköltte fölpattanása veszélybe dönte. Menjen sietve Angliába, honnett! Talán a tenger, meg a sokféle ország torka látványossága kiűzi ezt a szívében rögzött valamit. Mit mondasz rá? Semmit. Nem is zavartál.
De képtelen voltam, teljesen a hatásom alatt. Igen, felidézte azt az időszakot, amikor még színpadon voltam. Jó, csinálom. Jó, hát nézd, olyan ez áll, mint a biciklizés, szóval egyszer az ember megtanulja semmit. Jó, jó. Ne kéne még egyszer. Nagyon tanulságos. Megpróbálsz a harmadik? Mihelyt megteszem. Van valami a levegőn, amin gotolva ül a mélyakból, s minek kiköltve, szolpattanása veszélybe dönt el. Menjél sietve Angliába, haf! Talán a tenger, meg a sokféle ország tarka látványossága kiűzi ezt a színében rögzött felmet. Mondd aztán. Szabadtam át. Kérem szépen. A helyes testtartás szinte sebezhetetlenné tette a nézői koncentrációt. Most meg fogjuk nézni önökkel. Vajon sikerül? Kérem, vegyük fel az alaphelyzetet. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ki lehet önöket a zökkenőnek. Tanár úr, ilyen a színpad. Thank you.
szőfogás, hogy magában elég erőt, hitet és elszántságot, az most álljon fel és
adjál a pellet! Megtisztul indulatait, megtisztulás,
már a hugamistát. Castelletto, Robotelli, Bettoli, Piccolomini. Aztán a klasszicista, Graffi, Dr. Johnson, Dryden. Később vitába szállt velük Dürte, Milton, Ressing, Janko, Nussbaum és Adelman. Hát kérem, ezekről lett volna szó. Minden kedden 11-től 18:30-ig. Katarzis szemináriumon. Hívek! Tudom, hogy nem szeretem, de nekem. Ez zseniális, érted? Ez konzseniális. Ez, én ezért írtam én a pályázatomban, hogy úgy kell ennek a főiskolának a Szabolcs Imre, mint egy falatné! Imre, szeretnélek meglepni valamit! Nem fogod elvinni, de arról van szó, hogy kísérletileg tudom bizonyítani, hogy létezik, van katarzis. Laci, légy szíves. Jövő szépen ő lenne az. Ez a katarzis vizsgáló, igazából már 2 éve kész vagyok vele, csak valami dilettáns kotlik rajta a szabadalmi hivatalban. Kérem szépen! Ez a kat nagyon egyszerűen működik, van benne egy icipici kis emel, és méri a vérnyomást, vérsüllyedést, vércukorszintet, pulzus számot, lipabőrzést. Fekete ebbét is mér. Parancsolj! Kérdezem, hogy fekete ebbét is mér. Ha, az is. Van egy elmélet, mely szerint a katharzis, a fekete ebbe, a melánia kollé nevű testet túltengése okoz. Igen? Hát nem tudtam, nincs rajta, de teszek rá. Jó? Laci, foglalj helyet, a lány megkevét, hogy átadod a zsönét Lacinak. Egy kis helyet szólítsanak a tanárnak, jó? Úgyhogy láss, úgy ülj le, légy szíves. Kérem szépen, 3 elektróda kell hozzá az ember 3-as rétegzettsége szerint. A szellem, a test és az érzelem elektróda. Egy elektróda megy az agyra, egy megy a szívcsakrára, úgy, és egy megy a genitáliára. Lacikám, ez csittes felénk rá van. Ez egy katarzis vizsgáló, de ez egy kétfunkciós gép, ugyanis van rajta nézőstimulátor rendszer is, ehhez pusztán annyi kell, hogy csatlakoztassuk az izotóphoz, ezzel a tudom, Lacikám csittes volt. Kérem szépen, ha mindenkire felszerelhetnénk egy ilyen nézőstimulátort, akkor el lehetne érni, hogy bármikor, bármilyen előadás, bármilyen jelenetében, bármilyen állapotú néző helyesen reagáljon. Nézzünk el egy példát. 30 volt, enyhe ütés, viszketési inger, nevetés. 70 volt, az angol néző felébresztése. Igen. 100 volt, izomrángás, tapsgörcs. És 180 volt, a renitens néző diszkvalifikálása. Kipróbáltam a kutyámból, semmi bajom. Ez borzasztó. Ez befeltes, én ezt nem bírom. Jó, majd jövök mindjárt. Na hát, hiszen ez a bóz, doktor Táska. Jaj, Istenem! Ez fantasztikus. Na hát, ott aztán lehetett vidámság. Azt, ami piroska és a farkas. Ez pont jó lesz a jelenethez.
akarok, hogy leteszteljük a katarzis is. Ez fantasztikus. Találunk, segíteni a legyen. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mit szól ehhez a jelenethez, Laci.
Zenőbomolás? De semmi értelme nincsen! Nem sikor vagy, baszd meg! Egy kurva vagy,
Feltöröm húzva pecsétjét. Visszahúzódom saját szaromba. Saját méremre. Lesz igaz.